Jó reggelt, Kristóf! Kristóf! Egyébként Kristóf már nem van a tengerparton. Kristóf! Kristóf! Mi van? Ugye tudjátok, hogy volt egy fidget spinneres nyereményjátékom, ahol 4 darab fidget spinneret sorsoltam ki, aminek a sorsása egyébként már megtörtént, de még mindig sokan kérdezitek, hogy mikor lesz a sorsás, úgyhogy az Instagramomra is, és ide lentre a leírásba is leírom azoknak a neveit, az Instagram neveit, akik megnyerték a 4 darab fidget spinnert. Ezt egyébként egy itteni kisfiútól vettem, aki miközben ebédeltünk, oda jött hozzánk, és mondta, hogy 2 euróért odaadja, úgyhogy ugyan nem tudom mindig, hogy mi az értelme ennek, de úgy voltam, hogy jó fejlődszek és megveszem. Ezer feliratkozónál megígértem nektek, hogy 50 000-nél lesz még egy nyereményjáték, viszont nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan elérjük az 50 000-re, tehát még nem értük el, de hamarosan elfogjuk. Egyébként ezt nagyon szépen köszönöm nektek, úgyhogy most lelövöm a poént. Sajnos megmutatni nem tudom, mert Magyarországra jött a csomag, de kaptam a Daniel Wellingtontól egy órát, ami ugye nagyon jól néz ki, de az én kezemre kicsi, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt ki fogom nektek sorsolni. Ezt 40 000-nél már el akartam mondani, viszont otthon elfelejtettem, itt pedig rohamosan nőtt a csatorna szerencsére Montenegróba, úgyhogy ezt most mondom el. Az órát itt nem tudom megmutatni, az órát otthon fogom tudni megmutatni, valószínűleg vasárnap vagy a hétfői vlogban fogjátok látni. És ahogy elérjük az 50 000-et, a feliratkozók közül kisorsolom. Na viszont a nyereményekről és a sorsásról ennyit. Amit a mai vlogban meg szeretnék nektek mutatni, az 2 fontos dolog. Az egyik az, hogy ugye ma vagyunk itt utolsó nap, úgyhogy meg szeretném mutatni nektek, hogy milyen itt az éjszaka, illetve az esti élet, mert egyébként nagyon-nagyon jó és nagyon élvezem. A másik pedig, hogy képzeljétek el, itt van velünk a csoporttal 3 darab lány, illetve több lány is itt van. És a 3 lányból 2 Kristófot is engem fölismert, viszont a harmadik ő nem tudott rólunk. Én pedig megkérdeztem őt, hogy szeretne szerepelni egy videóban, és ő azt mondta, hogy persze, hogy szeretne szerepelni. Úgyhogy nem is akarok többet mondani róla, ismeritek meg Esztert. Hány éves vagy, Eszter? Mesélj magadról egy kicsit. 12 éves vagyok, most voltam 6-os és a akkor most lesz a 7-es. Igen. Azért neked van eszed. Én most vagyok 12-dik, most voltam 12-es és most megyek egyetemre. És 19 éves vagyok, sziasztok. És ott hívnak. Kristóf, sziasztok. És kiket ismersz? Ki a kedvenced? Hát. Okosan mondjad most az ízlés melletted. Hát most már Kristóf, jaj, de annyira aranyos. Na komolyan, amúgy ki? Amúgy komolyan, halál komolyan. Igen. Halál komolyan. Utánatok néztem, és igen, nagyon megszerettelek titeket. Jaj, köszönjük szépen. De inkább engem, ugye? Csak is. Ez oldás volt. Nem. Cső. És miért pont a Póla és a Dezső Bence a kedvenced? Kit szeretsz jobban? A Pólát vagy a Dezső Bencét? A Pólát. Kit kezd, várj, de ő most várt külön, nem? Ő Anett és Ancsa volt. Igen, igen, igen. És én őket jobban szerettem. És ők mit csináltak? Hát nem tudom, inspiráltak minket, mert barátnőmmel mi is egyszer felmerült az ötlet, hogy talán mi is belevágunk. Azt a minden. És elkezdted? Nem. És elfogod? Hát talán. Miért nem következő youtuber? Nem tudom. Nekem van egy csomó kérdésem, amit egy nézőnek se tudtam még sohasem feltenni, pedig rohadtul kíváncsi vagyok rá. Igen. Na. De egyik az, hogy miért van az, hogy elsőzt? Azt hát, hogy kommentekben, hogy első. Ja, aki elsőnek izé kommentel a videó alá, akkor az nagyon nagy királynak érzi magát, első odaírja, az miért jó? Nem tudom. Te nem szoktál? Nem. Hogyha rájavodik egy mondjuk egy youtuber, mondjuk Instagramon vagy bárhol, akkor miért jó az, hogy azt kérje izétől a vloggertől, hogy mondja be a nevét? Hát, hogy szerepeljen a live-on. Hát de várjál már, hogyha fölteszel egy normális kérdés, akkor sokkal nagyobb eséllyel fog szerepelni a live-onba. Igen. És akkor kérdést már tettél fel. Igen. És válaszoltak rá? Igen. És a nevedet is bemondták? Nem. Hát nem volt. Kértem. És ki volt ez? Holla? Én. De hogy is. Mennyi vagy Kristó?
Most de jó, hogy benéztem. Nem a fürdeni. Egy videósba fog meg. Az fog meg, hogyha ha nagyon jól összevágja a videóit, meg nagyon jó effekteket használ, vagy maga a videóst fog meg. Az, ahogy beszél, amit mond. Amit mond. Tehát tulajdonképpen nem is érdekel, hogy van összevágva? Tehát a személyiség, ami fontos. Igen. Van olyan, akit nem szeretsz? Nyugodtan. Figyelek! A Kristófon kívül van olyan, akit nem szeretsz? Hát úgy nincs, nem vagyok az a találkozós típus. Diszlájkoltam a videót? Nem. Találkoztam már valami videóssal? Ezen kívül? Igen. Például Szabi Eszter. Nikovát ismered? Igen. Szereted? Igen. Ábel, török Ábel? Áhebb Nagy Ángari? Őt szereted? Igen. Hallod? Igen. Neked szörnyű az ízlésed, hallod? Kösz. Azért ebben volt ott egy szörpistó helyen magadra. Manapság a fiatalok néznek tévét, vagy nem? Néznek. Úgy mit? Hát... Melyik műsorra kedvedsz a tévébe? Például az éjjel nappal Budapest. Én megmondom őszintén, én arra számítottam, hogy ezért azt szokott mondani most, hogy... Ne se kapcsolatban. Ja, nekem van még egy jó kérdésem, figyelj, hogyha látsz egy videójában szponzorációt, akkor te azt hogy kezeled, hogy rohadjon meg emiatt, hogy beletettem, vagy úgy elfogadod, hogy oké, hát ezt csinálj. Ha például elmondja, hogy egy üdítő márkával, úgy üdítő márka tette lehetővé azt, hogy elutazzon ide vagy oda, akkor... Hát nem akadok fent. Tehát tovább nézed a videót. Igen. Tehát egy is egy rossz, negatív érzelmet nem kell benned az, hogy ezért... Meg a ki van írva, hogy fizetett promóciót tartalmaz, az se. Nem. Semmi? Több, mondja a személyiségben, mi fogott meg? Poénkodás? Akár a dumája, igen, a poénkodás is. Hát, hogy próbálsz vicces lenni. Hát akkor a helyes, hogy fogott meg? Igen. Azt nem értem akkor. Várj, most ne mentsed már, figyelj! Na hát a helyzet az, hogy most, hogy beszéltünk Eszterrel, gyorsan feldobjuk a cuccokat, Kristóf átöltözik, mert büdös, és jövünk vissza az éjszakába. Szóval az a helyzet, hogy amikor első nap ide jöttünk, akkor senki nem volt éjszaka. Így van, Kristóf? Igen, igen. Az első nap ilyen bőjt volt, vagy micsoda, és ezért senki nem jött ki meg, akkor még nem is kezdődött el a szezon, és pont a harmadik nap kezdődött el a szezon, azóta viszont, hát ez van. Na, hát egyszer az, hogyha arra tovább megyünk, akkor beérünk a várba, viszont ahova megyünk egyébként vacsorázni. Itt pedig van egy ilyen kilátás, ami egyszerűen gyönyörű. Itt az öböl, ahol fürdeni szoktunk, ott jöttünk végig, abból beszéltem. Egyszerűen tényleg gyönyörű. A megszokott helyünk. Beszámolót az egész hétről, egy ilyen összefoglalót azt nem ma fogok mondani, hanem holnap fogok egy picit beszélni az egészről. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem egész héten, illetve hogy minden nap itt vagytok velem. Nagyon-nagyon gyorsan növekszünk, és ezt tényleg nektek szeretném megköszönni, mert rengeteget jelent nekem, és nagyon sok inspirációt nyújt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is. Ne felejtsétek el feliratkozni a csatornámra, ne felejtsétek el követni Instagramon. Kristófhoz is menjetek át, lenn van a leírásba a csatornája, és holnap ugyanitt találkozunk. Sziasztok! Oh,